Jó estét kívánok az Ultrahang nézőinek, ez az élő műsorunk innen a stúdiónkból, és itt van velünk Longauer András, aki az Ultrahang szerkesztő műsorvezetője, és Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő, a moszkvatér.com állandó szerzője. Sziasztok, jó estét! Üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok! Arról fogunk beszélgetni, hogy ma úgy tűnik, hogy kitört egy háború a Hegyi-Karabahban, Azerbajdzsán és Örményország között, hogy milyen mértékű és milyen súlyú, azt többek között szakértőinkkel fogjuk boncolgatni. Itt lesz velünk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő, hadtörténész, az MCC geopolitikai műhely elemzője, és Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő is, meg Konstantin, aki ugye szintén elég jól érti a témát, vele itt a stúdióban beszélgetünk, Andris pedig ismerteti a híreket, illetve folyamatosan figyeljük, hogy mi történik, de akkor talán kezdjük, Andris, azt, hogy mi is az alaphír, mit tudunk. Hát ugye a nap elején ugye nagy port kavart, hogy itt most az MTI beszámolójából idéznék, hogy katonai műveletet indított Azerbajdzsán a vitatott hovatartozású, többségében örmények lakta azeri beékelődés a Hegyi-Karabah visszafoglalásáért. Ezt ugye a bakúi védelmi minisztérium jelentette be kedden. A tárca közleményében részletekre nem tért ki, csak annyit közölt, a terror elhárító művelet néhány órával azután kezdődött, hogy 4 katona és 2 polgári személy örményi diverzáns akcióval elhelyezett aknák miatt életét vesztette. A közlemény szerint Bakú tájékoztatta Oroszországot és Törökországot a hadműveletről. Az örmény védelmi tárca azt közölte, hogy az Azerbajdzsánnal közös határán viszonylag stabil a helyzet. Hegyi-Karabah és kisebb környező területek, ugye az 1994-ben véget ért örmény-azeri háború után az örmény szakadárok ellenőrzés alá kerültek, de ugye 2020 őszi háborúban Bakú jelentős területeket foglalt vissza, tehát ez volt a kiinduló pont. Konstantin, veled ugye múlt hétfőn beszélgettünk arról, hogy újabb háború várható. Egyáltalán ki lehet jelenteni, hogy ez háború? Gyakorlatilag igen, még ha nem is az a rendes elnevezése, hogyha nem háborúnak hívja azt az azeri fél. Érdekes módon itt a logikát, azt mintha az orosz speciális katonai műveletről vette volna át Bakú, de gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy még ha nem is egy teljes mértékű, úgymond igazi háború tört ki Azerbajdzsán és Örményország közt, attól még ez háborúnak tekinthető. Főleg ha azt nézzük, amilyen harcok eddig zajlottak, és visszatérve az azeri közleményhez, Oroszország később közé tette, hogy igen, tájékoztatták Moszkvát a támadás megindításáról 5 perccel a műveletek megindítása előtt, szóval ez megint csak egy ilyen sajátos értelmezése a dolgoknak. Másrészt igen, ez a háború már gyakorlatilag 2020 novembere óta a levegőbe lógott, amikor is a korábbi második karabahi vagy 44 napos háború véget ért azeri győzelem mellett, de hát Azerbajdzsán ezt a helyzetet nem kívánta elfogadni, ő azt akarta, hogy úgymond visszaállítsa saját területi integritását, és a mostani örmény enklávé, ez a Hegyi-Karabah, vagy ahogy a helyiek szokták mondani, Arcah, ezt is saját ellenőrzése alá tudja venni. És ha azt nézzük, hogy tavaly december óta ez a terület folyamatosan blokkád alatt volt, és már élelmiszerhiány alakult ki a térségben, illetve az, hogy a felek közt folyamatosan kisebb-nagyobb harcok törtek ki, sőt, mostában már inkább nagyobb, amiknek az intenzitása egyre növekedett, azáltal tényleg csak napok kérdése volt ez a háborúnak a megindulása. Annyi volt a különbség, hogy ahogy Gáborral is beszéltük, mi ezt a korábbi, a második karabahi háború kezdetére, pontosabban annak évfordulójára, szeptember 27-ére vártuk, az azeri kollégák ezt meg nem várták meg, és amit eddig lehetett tudni, hogy Azerbajdzsán úgymond ilyen hagymás rétegszerűen támadja az... Szalámi taktika? Mondhatjuk azt, de nem a Rákosi Mátyás féle értelemben. Azaz elsőként a mai napon azt láttuk, hogy az örmény légvédelem maradékát, ami még 2020 után megmaradt, illetve az ottani kommunikációs állomásokat szisztematikusan az azeri haderő megsemmisítette. Ezt felhasználta az izraeli Harop öngyilkos drónokat, illetve újra előkerültek az Ukrajnában nem nem jó hírnevet szerzett Bayraktar drónok, csak mivel egy teljesen más légvédelmi környezetben, más harci környezetben zajlik itt a konfliktus, ahol az örményfélnek gyakorlatilag már nincs légvédelme, vagy ami maradt, az is most megsemmisült. Emiatt ezekkel az eszközökkel sokkal jobban tudja Azerbajdzsán támadni az örmény állásokat. És ha az azeri retorikát nézzük, ez is egy nagyon érdekes helyzet, ugyanis a mostani konfliktus kitörésekor az azeri elnöki hivatal közé tett egy közleményt, amiben megállapított, hogy mik a célok. Egyrészt az örmény haderőnek a kivonása a Hegyi-Karabah területéről, amire azt mondta Örményország, hogy hogy az örmény haderő nem tartózkodik Karabahba. Ezt úgy mondja, hogy terrorelhárító művelet. Ez kicsit hasonlít a különleges katonai hadműveletre. Pontosan, mert mondom, ahogy már korábban elhangzott, itt a logikát azt átvették az oroszoktól, de még ezeket a taktikai jelzéseket is, mint amiről a korábbi adásban beszéltünk, hogy a fordított A betű, F betű, V betű, ugyanúgy ezek is, ahogy az orosz haditechnikán megjelentek, most az azeri haditechnikán is előkerültek. És a másik pedig az, hogy ezt most az azeri közleményt próbálom felidézni, ha nem is szó szerint, de valami olyasmi hangzott el benne, hogy a illegális hegyi-karabahi örmény rezsim felszámolása, csak valami más formában hangzott ez a közleménybe, de ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ami még megmaradt, ez a örmények, ezt arcahi önvédelmi erőknek hívják ezeket a harcoló csapatokat, hogy ezeket is kivonják a Karabah örmény ellenőrzésű területéről, illetve ez az Arcahi köztársaság, ez az örmény ellenőrzésű terület, mint entitás szűnjön meg. És érdekesség még az is a helyzetben, hogy egyből Azerbajdzsán bejelentette a humanitárius koridorok létrehozását is, aminél hát ismerve a etnikai visszásságokat a két nemzet között nem kell sokat gondolkozunk, hogy belássuk, hogy Azerbajdzsán a területet megkívánja tisztítani az azeri lakosságtól. Ez egy etnikai tisztogatásnak az előkészítése. Na akkor nem sokára megyünk Nógrádi György interjúval tovább, viszont érkezett egy ilyen kérdés, és szerintem jogos kérdés, hogy Amerika bátorította fel Örményországot? Ugye tudjuk azt, hogy néhány nap alatt egy közös amerikai örmény hadgyakorlat zajlott. Gyakorlatilag, ha Nikol Pasinjánnak a 2018-as hatalomba kerülését nézzük, az akkori színes forradalommal, azóta egyre csak romlott az Oroszországgal való viszonya. Ez a 2020-as háborút követően még rosszabb lett, ahol ez egy ilyen nagyon érdekes helyzet, ahol Örményország egyrészt szembefordul Oroszországgal, de amint bármilyen probléma adódik Azerbajdzsánnal, egyből Moszkvához fut vissza segítségért, hogy segítsetek rajtunk. És most is ezt látjuk, hogy Pasinjan nyíltan bejelentette, hogy Örményország az örmény haderő, ami Örményország nemzetközileg elismert területein található, az nem fog beavatkozni ebbe a konfliktusba, cserébe egyből az orosz békefenntartókat szólította fel lényegében arra, hogy akkor állítsák meg az azeri csapatokat. És ez megint egy ilyen nagyon visszás kérdés, hogy nem lehet két lovat megölni, és most nagyon finom voltam. Na, ha már finomság, akkor Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt kapcsoljuk, akivel egyébként ugyanaz történt, mint múlt héten, hogy a tegnapi adás, vagyis a holnapi adásunkat, a holnapi adásunkat vettük fel, amikor értesültünk ezekről a hírekről, és ekkor reagált néhány mondatban. Következik Nógrádi György. Mi a probléma, hogy Hegyi-Karabahban leegyszerűsítve 30 éve háború folyik, hol alacsonyabb, sokkal magasabb szinten. Mi a probléma? Szemben áll egymással Örményország és Azerbajdzsán. De Azerbajdzsán támogatja a nyugat, elnézést kérek, Izrael, a törökök. Sokkal erősebb Azerbajdzsán, mint Örményország. Ennek keretében Hegyi-Karabahban kiújultak a harcok, ahol örmények laknak elvileg azeri fennhatóság alatt. A segélyszállítmányokat nem engedik be. És mi az alaphelyzet? Az alaphelyzet az, hogy Örményország akar váltani. Eddig az örmények abszolút Moszkva mögött sorakoztak föl, mert a oroszoktól várták azt, hogy megvédik az örmény érdekeket. Kiderült, hogy erre ma Oroszország nem alkalmas. Ezek szörnyű nehéz dolgok. Nem alkalmas, vagy a jelenlegi örményvezetés nem kéri, és inkább Amerika kegyeit keresi? Eddig az örmény vezetés kérte, és a oroszok nem tudták az örmény politika céljait elérni. Elnézést, én naponta olvasom az örmény helyzetet. Tömegtüntetések voltak Örményországban az örmény kormány ellen, hogy nem tudja az örmény érdekeket megvédeni Hegyi-Karabahban. Na most ettől kezdve váltott Örményország, és akar amerikaiakkal együttműködni, ahol most van egy hadgyakorlattól kb. 80-valány amerikai és 100, kb. 70 örmény vesz részt, de ez azt jelzi, hogy az Egyesült Államok innen ki tudta nyomni az oroszokat, ami azt jelzi, hogy Azerbajdzsánnak most kell föllépni katonailag, mert ha megszilárdul az örmény-amerikai egy együttműködés, nehezebb lesz a helyzete. Tehát válság hátán, de van még egy dolog. Hát a lengyelek, a 3 balti ország és a finnek kitiltották az elmúlt 48 órában területükről az orosz autókat. Máshogy fogalmazva, folytatódik Oroszország bekerítése. A Twitteren most már egymás után érkeznek a felvételek, az Azerbajdzsán területén található, de döntően örmények lakta Hegyi-Karabah térségéből, és például az első videón egy izraeli öngyilkos drón látható Hegyi-Karabah fölött. Ugye Izraelről említette a tanár úr, hogy Azerbajdzsánt támogatja ebben a konfliktusban, és például olyan felvétel is érkezett, amelyen egy öngyilkos drón az örmény légvédelem egyik elektronikus zavardró berendezésébe csapódik bele. Azt ki lehet jelenteni, hogy kitört a háború? A válaszom az, hogy ez a háború 30 éve folyik, hol alacsonyabb, hol magasabb intenzitással. Azt lehet mondani, hogy a háború magasabb intenzitásra lépett, mind a két fél azt fogja mondani, hogy őt támadtak meg, mind a két fél azt fogja mondani, hogy honvédő háborút vív, tehát egyik fél sem fogja vállalni, hogy ő kezdte el a háborút. Olyan azeri fölény van, hogy a kérdés az, hogy Azerbajdzsán ezt a katonai fölényt tudja-e, akarja érvényesíteni. Ugye ilyenkor az merül fel, hogy ki kezdte, de hát nyilván ahhoz vissza kéne menni a történelemben, de a mostani konfliktusnak a megerősítését vagy kiújítását azt ki kezdte, Örményország vagy Azerbajdzsán? Attól függ, hogy milyen hírforrásokat olvas. Nyilvánvaló az alapvető örmény cél, hogy Hegyi-Karabah megmaradjon örmény, a befolyási zóna, nagy orosz szó, jó kapcsolatokban, az egy cél pedig az, hogy a területet vissza akarják szerezni, és őket nem érdekli, hogy örmények vagy kik lakják. Az, hogy kinek van igazát, volt egyszer és Schleswig-Holsteini konfliktus, ahol azt mondta a brit külügyminiszter, hogy a konfliktust hárman értjük. Én, mondta saját magára, egy második ember, aki megbolondult, és egy öreg halász, aki annyira öreg, hogy fogalma sincs. Tehát ki kezdte a konfliktust? Attól függ, hogy honnan nézem, és mikortól indítom. Mind a két fél eddig abban érdekelt volt, hogy konfliktus legyen. Örményország számolt az oroszokkal eddig, mostantól nem tud számolni, mert az orosz politikát máshol kötik le. Van egy kifejezetten Azerbajdzsán párti portál, a Klesz Report, aki azt írja, hogy az örmények sértették meg a tűzszünetet, és azeri civilekre lőttek a térségben. Az azonban, hogy Jereván lenne az agresszor, bizonyos cikkek szerint több szempontból is kérdéses. Viszont mennyire erre egy mondat, tehát Jereván, hogy gyöngébb. Tehát a gyöngébbnek általában nem célja az agresszió elkezdése, mert nem tud jól kijönni belőle. Na most nyilván egy azeri portál csak azt fogja írni, hogy a örmények már kisgyerekkorok óta gyilkosok, stb. Ezt látjuk nem csak itt, minden más konfliktusban is. Igen. A más narratíva szerint meg Bakú terrorelhárító műveletet indított a térségben, viszont azt hadd kérdezzem meg, hogy ez valójában Örményországról és Azerbajdzsánról szól, vagy valójában Törökországról, Oroszországról, az USA-ról, Iránról és a többi országról szól, a nagyhatalmakról és középhatalmakról? Válasz, hogy mindkettőről. Ez egy nagyon jó kérdés. Nyilvánvaló kérdés az, hogy az örmény-azeri konfliktusba ki a győztes. Azerbajdzsán van és lesz. Kiről szól? Hát ha Azerbajdzsán győz, abban a pillanatban győzött Törökország. Ha Törökország győzött, akkor győzött az USA, vesztett Oroszország. Tehát ezek rendkívüli mértékben összefognak. Senki nem mondja ki, hogy háború van. Nekem rendkívül tetszett, hogy most a orosz-ukrán háborúban Putyin nem mondja ki, hogy háború van, de hát most írom Kennedyt, rendkívül érdekes volt, hogy a koreai háborúban Truman amerikai elnök nem mondja ki, hogy háború van, mert akkor a kongresszusi jóváhagyás kellene amerikai csapatok Koreához küldéséhez. Ő is azt mondja, hogy mit tudom én, milyen diverzáns elleni akciót, pontosan majd idézem, a könyvbe folytatunk. Tehát mindenki játszik a szavakkal. És visszatértünk ide a stúdióba, továbbra is Hidegkuti Konstantinnal és Longauer Andrásról beszélgetünk az örmény-azeri konfliktusnak a híreiről és legfrissebb fejleményeiről. Nem sokára majd Somkuti Bálintot is kapcsoljuk. Közben látom, Konstantin, hogy lázasan nézi, hogy mi történik, mi zajlik. Látunk képsorokat tüntetésekről. Az tüntetés, vagy annál már erősebb? Kettőféle tüntetésről beszéltünk most, ez kifejezetten Jerevánban történik. Egyrészt van egy Pasinján melletti kormánypárti tüntetés az orosz nagykövetség előtt, ahol érdekes módon Örményország az, aki nem kért segítséget, és Örményország az, aki korábban az örmény kormány, maga Pasinján mondta azt, hogy ezt a karabahi területeket Azerbajdzsán részeként ismeri el, és mégis Oroszországot hibáztatják ezekért az eseményekért, szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, és van egy kormány ellenes oroszpárti tüntetés a Jereván főterén, ahol mindjárt megkeresem, ahol például, hát ezt a nevet nem mondom most ki, de több ilyen örmény politológus, illetve ellenzéki, az konkrétan már kormányváltásra szólított fel, mint opciót, mint egyetlen lehetséges opciót ebből a konfliktusból való kilábalásra. És látsz arra lehetőséget? Ugye tudjuk azt, hogy Pasinján nem igazán oroszbarát politikus, miközben elvileg Örményország Oroszországtól várná a segítséget, csak nem igazán kapja meg. Lehet a háttérben olyan alkú, hogy segítünk akkor, ha távozik a jelenlegi kormány? Ez nagyon jó kérdés, mert ha az örmény társadalmat nézzük meg, akkor közvetlenül a vesztes 2020-as háborút követően újra választották azt a Pasinjant, aki gyakorlatilag ezért a vereségért felelős. És most is azt látjuk, hogy azért van társadalmi támogatottság. Ez azt jelenti, hogy orosz ellenesség is van? Nem is orosz ellenesség, hanem... mondhatjuk azt, hogy kicsit hasonlóan kaotikus az örmény politikai élet, mint ami Ukrajnában volt a háború előtt, szóval ilyen mindenki ellen, meg ha azt tekintjük, Pasinján az abból a szempontból sem érdekelt Karabahban, mivel egyrészt ő előtte az örmény vezetést azt a úgynevezett karabahi klán adta, hogy a Szergei Szarkszian, illetve elődjei szinte kizárólag Karabahból származóak, illetve karabahi veteránok voltak, és Pasinján volt az, aki ezt az egészet megtörte. És azóta látjuk ezt a karabahi kérdésnek a elhanyagolását, miközben azért Örményország számára gyakorlatilag ez a Karabah, illetve Arcah, ahogy ők hívják Arcah, az olyan, mint Magyarországnak Erdély. Szóval egy nem könnyen feladható terület, de mégis azt látjuk, hogy mintha a legkisebb erőfeszítést se tenni a jelenlegi örmény vezetés arra, hogy az azeri támadással szembe bármiféle módon megvédje az ottani örmény lakosságot, illetve az ottani területeit. Van egy térképünk, ezt mutatjuk most, és akkor Konstantin arra kérnélek, hogy esetleg néhány mondatban foglald össze, hogy mit látunk a térképen, hogy a hallgatók azt is tudják, hogy hol zajlanak az események. Ha azt nézzük, akkor ez a Ribár Telegram csatorna által közzétett térképet láthatjuk. Az ilyen barnással jelölt terület az még az örmény ellenőrzés alatt álló területeket jelöli, az ilyen világos zölddel jelölt, az a 2020-as háborúban azeriek által elfoglalt területet, a lilás az Örményországot, illetve a sötétebb zöld pedig Azerbajdzsánt jelöli. És amit látjuk, hogy közvetlenül az érintkezési vonal mentén ott mértek elsődlegesen keleti irányból csapásokat az örmény állásokra az azeri csapatok, és a zöld nyilak mentén nagyobb csapatösszevonásokat is megfigyelhetünk, és ahogy ezt korábban már említettem, ezt az úgynevezett szalámis taktikát, vélhetően miután a mai nap folyamán a maradék örmény légvédelmet és kommunikációs eszközöket sikerült az azeri csapatoknak felszámolniuk, mivel jelenleg nem úgy tűnik, hogy az azeri haderő megállna a jelenlegi pozícióiban, emiatt az elkövetkező napokban, de akár még az éjszaka folyamán átfogó szárazföldi támadást is megindíthat Bakú az örmény ellenőrzés. Itt akár a civil lakosság ellen is? Ez megint egy jó kérdés, mivel a hivatalos azeri közlemény természetesen arról beszélt, hogy kizárólag katonai célpontokat... terrorelhárító. Igen, és terrorelhárító művelet zajlik, miközben azt látjuk, hogy minimum 25 civil áldozata már van, amikor ezt az adást, amikor ezt az élőadást felveszik. Igen, hogy ebben az időpontban minimum 25 civil halálos áldozatról tudni, és Sztyepanakert esetében ez a örmény ellenőrzésű területek fővárosának tekinthető, ott is több lakóházat találat ért. Jött egy ilyen kérdés, hogy lesz-e hatással az orosz-ukrán háborúra a mostani konfliktus? Abban az értelemben lesz hatása, hogy az orosz-ukrán háború hatására bátorodott fel mondjuk úgy Bakú, hogy véghez vigye ezt a már gyakorlatilag 30 éve dédelgetett tervét. Hogy most az oroszok úgy sem figyelnek oda? Pontosan, hogy az orosz csapatok, azok le vannak foglalva Ukrajnába, a legnagyobb harcértékkel rendelkező orosz csapatok Ukrajnába vannak, Oroszországnak ebbe a térségbe gyakorlatilag csak a karabahi békefenntartó csapatai vannak, illetve a 102. bázis Gyumri településben, ez egy ilyen közös örmény-orosz légibázis, de viszonylag kis erőkkel van jelen Oroszország a Kaukázus déli területei térségében, ezáltal nem is tud annyira fellépni, ha fellépne itt az azeri támadással szemben. Ami kérdés, az természetesen majd Irán lesz, de ahogy arról már korábban beszéltünk, Iránnak az az álláspontja Karabah kapcsán, hogy Karabah az egy azeri felségterület. Szóval amíg a harcok lekorlátozódnak kizárólag Karabahra, addig nem várható az, hogy Irán közbeavatkozzon. Az már más kérdés, hogy diplomácia és egyéb úton gyakorlatilag most folyamatosan égnek a diplomáciai vonalak, és ha azt tekintjük, akkor jelenleg zajlik az ENSZ éves gyűlése is, illetve Franciaország szeptember 21-ére összehívta az ENSZ biztonsági tanácsának ülését a Karabah kérdésében, de mint tudjuk, ez sokra nem fog vezetni. És ha azt tekintjük, akkor Örményország gyakorlatilag még mindig egyedül van, mert persze az Európai Unió, Franciaország, az Egyesült Államok mind-mind kifejezte azt, hogy Azerbajdzsánnak le kell a támadásokat állítania, és a tárgyalóasztalhoz kell ülniük, ezt Törökország kivételével gyakorlatilag mindenki megtette, de látjuk azt, hogy ez amíg valamelyik fél nem fog erőt felmutatni Azerbajdzsánnal szemben, ez nem fog bekövetkezni. Jött egy ilyen komment, hogy az fajn lenne, ha Irán beavatkozik, akkor Törökország szájba rúgja. Viszont nézzük meg, de ha erre akarsz reagálni, akkor... Ez egy nagyon jó kérdés, mert mind a két félnek vannak sebezhető pontjai, illetve a legsebezhető pont mindkét hatalom esetében azok a kurdok. Szóval Irán föl tudja bújtani a kurdokat Törökország ellen, akár egy kis fegyverszállítással, akár egyéb módon, de Törökország ugyanilyen módon a saját kurdjait, mivel egységes kurd népről nem beszélhetünk, csak különböző kurd frakciókkal, amik gyakorlatilag 30-40 éve folyamatos polgárháborúban vannak egymással, szóval a Törökország is föl tudná a saját Irán a török párti kurdokat, sőt, nem csak a kurdokat, de az Észak-Iránban élő azeri lakosságot is bújtani Iránnal szemben. Szóval ez egy ilyen csiki-csuki helyzet. Itt a kontrollmonitorunkon látom, hogy Andrisnak rendesen világít a feje ebben a stúdióban, úgyhogy most megadjuk neki a szót. Mit mondanak a különböző nemzetközi szereplők, a különböző országok a mostani konfliktus kapcsán? Hát most ugye leginkább három országra korlátoznám most így ezt az első adagot, hogy most reakciókat nézzünk egy párat. Ugye az örmény miniszterelnök ugye telefonbeszélgetéseket folytatott Anthony Blinkennel és Emmanuel Macronnal, és egyébként mind a ketten azt mondták, hogy a katonai erő használata az elfogadhatatlan, és ezt valamilyen nemzetközi jogi mechanikai úton kellene ezt a kérdést deeszkalálni. Erdogan már egy kicsit határozottabb álláspontot foglalt, mint hogy egyébként ez nagyjából várható is volt. Kereken úgy fogalmazott, hogy Karabah az egy azerbajdzsáni terület, mindenki elismeri most ezt a tényt, és nem fogadunk el semmilyen más státuszt, támogatjuk a lépéseket, amelyeket az Azerbajdzsán tett, és ez, az alatt a motto alatt fogunk közösen haladni, hogy egy nemzet, két állam, és meg fogják védeni a teritoriális integritását, tehát a területi integritását, bocsánat, itt a hunglisért. Közben itt élőben fordítod. Igen, sajnos ez néha előfordul, de hát a végeredmény ugyanaz, tehát Erdogan határozottan kiállt az azerbajdzsáni lépések mellett, a nyugati oldal az viszont inkább a fegyver nélküli megoldásokat keresni legszívesebben, leginkább most ennyit lehet tudni. Most akkor hallgassunk meg egy interjút Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértővel, ezt 18 órakor rögzítette Andris, ez következik most. Itt ezt csak annyit fűznék hozzá, hogy számomra azért volt érdekes egyébként ez az interjú, mert arról is szó fog majd esni, hogy például egyébként egész gyorsan is véget érhet ez a konfliktus. Hát kérdeztem a Konstantit, mikor bejöttünk az ajtó, hogy tart-e még, és akkor mondta, hogy azért még igen. Még tart, de nem lesz ez ilyen orosz-ukrán háború hosszúságú. Legyen így. Folytatódik adásunk, a vonal túlsó felén pedig Somkuti Bálint, biztonságpolitikai szakértő, az MCC geopolitikai műhelyének kutatója van itt velünk a vonalban, akit nagy szeretettel köszöntünk. Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat! Kitört egy újabb azeri örményháború, Azerbajdzsán megtámadta a Hegyi-Karabahot. Először is arról kérdezzélek talán, hogy pontosan hogyan történt a támadás, hiszen azt lehetett olvasni, hogy bizonyos légvédelmi egységeket, illetve más célpontokat támadtak nagy precíziós hadművelettel. Mit lehet erről elmondani? Gyakorlatilag, amit biztosan lehet tudni, azok a felvételek alapján látható, vagy tudható, amelyek felkerültek az internetre. Ezeken a képek alapján izraeli gyártmányú kamikáze drónok semmisítenek meg vezetési pontokat, elektronikai hadviselési eszközöket, légvédelmi eszközöket és egyéb ilyen típusú felszerelést, amely gyakorlatilag a karabahi szakadár köztesek területén volt található. Tehát gyakorlatilag a klasszikus lefejező, vagy egy ilyen központi irányítást és a légvédelmet lehetetlenítő támadásra indult meg az azeri hadművelet, amelyet valószínűleg utána a szárazföldi hadműveletek is fognak folytatni, ugye erről egyébként még kevesebb hírünk van. Azt lehet tudni, hogy az azeri hadsereg megindult a szakadár társaságos, szakadár köztársaságnak a területe ellen. Az igazi kérdés az az, és ez a köznapokban fog csak kiderülni, hogy megelégszenek a hegyi Karabahnak a visszafoglalásával, és tovább mennek Örményország felé, és létrehoznak egy olyan folyosót Azerbajdzsán és Törökország között, amit több azeri politikus kijelent, és szerint a távolabbi célja a hadműveletnek. Ugye egy ilyen konfliktus esetén sokakban merülhet fel, hogy ki kivel van pontosan. Ugye egyébként volt itt szó már az előző percekben, ugye izraeli drónokat is említettél, amelyekről felvételek vannak, de például ugye arról is tájékoztatást adott például Azerbajdzsán, hogy erről a támadásról előzetesen tájékoztatta többek között Törökországot is. Mit lehet elmondani arról, hogy ebben a konfliktusban, vagy ennek a konfliktusnak az elő, illetve utójátékában kit támogat, kik a főbb szövetségesek az országok számára? Igazából az biztos, hogy van egy nagyon erős azeri-török kapcsolat, ugye a közös történelmi múltra és a közös történelmi ősökre való hivatkozással. Korábban Izraeltől is vásárolt Azerbajdzsán nagyon modern haditechnikát, tehát ezt is felesleges, de igazából Izrael a sajátos földrajzi és geopolitikai helyzete miatt igazából nem támogat effektíve senkit, hanem haditechnikai együttműködés van Azerbajdzsánnal, tehát nem sorolnám a támogatókhoz, inkább katonai beszállítónak nevezni. És ezen felül igazából nehéz meghatározni, hogy milyen olyan területek voltak, ahol az azeri külpolitika mozgolódott. Az biztos, hogy az Egyesült Államok szerepe ebben a kérdésben, Oroszország szerepe ebben a kérdésben igen érdekes. Oroszország hagyományosan Örményország védelmezőként szokott fölépni, azonban az utóbbi időben nyugat felé orientálódó örmény vezetés egyre gyengítés lazítja ezt a kapcsolatot. Ugye hírek szerint, hogyha belép a Nemzetközi Büntetőbíróság tagjai közé Örményország, akkor például a putyináni elfogadó parancs is kiterjed Örményország területét. Ez nyilván orosz szempontból egy nagyon barátságtalan lépés. Az Egyesült Államok, amelyek pont ezekben a pillanatokban is tart egy hadgyakorlatot Örményországban, 80 katonával, ő sem áll egyértelműen egyik fél mellé sem, hiszen itt igazából még nagyon nehezen látszik, hogy hol vannak az erőviszonyok, mik a szándékok és mik lesznek a távolabbi kimenetei ennek a konfliktusnak. Igen, és ugye ez már ebben a beszélgetésben is több egyére merül fel, hogy mik lehetnek a kimenetek. Ugyan most mondtad el, hogy nem igazán becsülhető meg, hogy merre tarthat, de azért esetleg arra tudsz-e mondani esetleg forgatókönyv példákat, hogy mi lehet a célja az azeri vezetésnek, illetve merre tarthat ez a konfliktus? Hát három lehetséges forgatókönyv van, én egyiknek se adnék százalékot, mert lehetetlen látni, hogy merre haladnak az események. Az egyik az az, hogy a Nemzetközi Bíróság szerint egyébként Azerbajdzsának ítélt Hegyi-Karabah visszafoglalása a cél. Ugye ez egy olyan forgatókönyv, ami nagyjából reális, és egy olyan típusú mondjuk így képességeket felhőlez az Azerbajdzsán részről, de minden bizonyan rendelkezik is. Ebben az esetben nem Örményország teljes hadseregével, hanem csak a szakadárok többé-kevésbé elavult fegyvereivel és többé-kevésbé mondjuk milícia szinten működő hadereivel kell megküzdeni. A második variáció, másik forgatókönyv az, hogy amit már említettem, hogy amire korábban utaltak azeri politikusok, hogy megteremtik a földrajzi összekötetést Dél-Örményországon keresztül Törökországgal, és ebben az esetben konkrétan örmények lakta területeket foglalnak el, és hoznak, vagy szednek azeri irányítás alá, vagy vesznek azeri birtokba. A harmadik variációnak kicsi az esélye szerintem, de nem lehet teljesen kizárni, ez pedig az, hogy ezzel is mindenkorra megroppantják az Örményországot gazdaságilag, katonailag, politikailag, hogy ez a Hegyi-Karabahnak a kérdés is soha többet nem vetődhessen fel. Ez is egy olyan forgatókönyv, amire föl kell készülni, hiszen pontos szándékok és kinyilvánítható célok hiányában nem tudjuk, hogy mi a távolabbi célja az vezetésnek. Abban az esetben, ha csak a Hegyi-Karabah régió visszafoglalása a cél, akkor az örmények részéről, hogyha egyértelműen látszik például az erőbeli különbség, illetve a helyzet reménytelenné válik, illetve nem nagyon tudnak ott a helyzettel mit kezdeni, akkor van arra lehetőség, hogy ők ezzel akár megelégszenek, vagy belenyugodnak abba, hogy ez a régió már nem oda fog tartozni? Igen, ez Pasinján miniszterelnöknek a szavai arra utalnak, hogy Örményország nem kíván katonai részesen ennek a konfliktusnak, és amikor az ENSZ-hez, illetve a térségben állomásozó orosz békefenntartókhoz fordult a helyzet rendezése szempontjából, akkor gyakorlatilag túlzás nélkül kijelenthető, hogy elengedte Hegyi-Karabah kérdését. Nyilván ez a jelenlegi politikai vezetése vonatkozik, és arra vonatkozik azokra a vezetőkre, akik most hatalmon vannak. Nem lehet tudni, hogy az örmény lakosság mit gondol erről a kérdésről, de elképzelhetőnek tartom, hogy a nyugati orientáció, nyugati integráció cserébe hajlandók lesznek elfogadni ennek a vitatott területnek a rendezését. Ez akkor gondolom a konfliktus gyors rendezését jelenteni. Igen, ez valószínűleg azt jelenteni, hogy amint az erők elérik azt a területet, amit meg akarnak számni, abban az esetben az ellenségeskedések lezárulnak, és Örményország pedig kinyilvánítja szándékát, hogy nem áll érdekében és nem áll szándékában az ellenségeskedések felújítása vagy folytatása. Arról mit lehet elmondani, hogy ugye például az orosz-ukrán konfliktus esetében is tapasztalhatunk olyat, hogy bizonyos konfliktusok elalszanak, lekerülnek a napirendről időszakosan, és utána visszakerülnek. Az azerbajdzsáni és örmény kérdés kapcsán mennyire lehet ezt elmondani, ha például esetleg beleegyeznének ennek a régiónak az elengedésébe, és egyébként, ahogy Azerbajdzsán be is jelentette nem olyan régen, hogy már majdnem teljesültek a fő műveleti célok. Ha itt megáll a konfliktus, megáll a művelet, akkor ez később még előbukkanhat, vagy itt nagyobb esély van azért a konszolidációra, mint mondjuk más hasonló konfliktusok esetében? A konfliktus kiújulását teljesen sosem lehet kizárni, viszont a figyelembe veszük a lakosság számban, az erőforrásokban, ugye Örményország egy viszonylag szegény ország, mint Azerbajdzsán egy olajban gazdag állam. Tehát ezeket a különbséget az azeri lakosság az jól emlékszem 2,5-3-szor nagyobb, mint az örmény. Tehát ha ezeket a különbséget figyelembe veszük, akkor valószínűleg túlzás nélkül ki lehet jelenteni nagy valószínűséggel, hogy ha ez a konfliktus így rendezésre kerül, akkor utána nem nagyon lesz arra beláthatóan szándék, hogy megváltoztassák a kialakult helyzetet, de ahogy a világon, úgy a Kaukázusban sem lehet azt mondani, hogy soha. De az biztos, hogyha az örmény politikai vezetés és a lakosság meg tudja szerezni a lakosság beleegyezését ebbe a helyzetbe, akkor egy jó darabig mindenképpen nyugalom lesz arra felé. Somkuti Bálint, köszönjük szépen! Köszönöm szépen, viszont... És itt vagyunk újra a stúdióban Hidegkuti Konstantinnal és Longauer Andrással, és innen görgetném tovább. Érkezett egy ilyen komment, hogy majd szépen lemondanak a területekről az örmények a béke érdekében, ezzel példát mutatva másoknak, és mind boldogan élünk, még meg nem halunk. Ez egy lehetséges forgatókönyv? Hát boldogan nem fognak az örmények lemondani ezekről a területekről. Ami várható az jelen helyzetben az, hogy az örmény haderő már a második karabahi háború előtt is, nem lehet szebben fogalmazni, de volt gatyásodva. A jelentős mennyiségű és minőségű haditechnika semmisült meg a 2020-as konfliktusban, aminek a pótlása Gyakorlatilag a mai napig nem történt meg. Persze, Örményország kötött már fegyverüzleteket Indiával, Indiától vesz rakétatüzérséget, Indiától vesz tüzérségi lövegeket, egyes híresztelések szerint Franciaországtól vesz Mistral légvédelmi rendszereket, de ezek mind csak ígéretek, gyakorlatban csak pár darab indiai tüzérségi eszköz érkezett meg a térségbe, és amit elmondhatunk, hogy a cserébe az azeri haderő azt azóta, 2020-as háború óta is folyamatosan, szisztematikusan szerzi be mind Izraeltől, mind Törökországtól, mind egyéb forrásokból a fegyverzetet, és megint csak azt látjuk, hogy mind mennyiségi, mind minőségi fölényben van az azeri haderő Örményországgal szemben, és azért is lesz ez a konfliktus olyan rövid, mert pontosabban egyrészt, ha az örmény haderő nem avatkozik közbe, akkor az azeri hadsereg le fogja mészárolni az ottani arcahi örmény önvédelmi erőket. És még ha be is avatkozna, tegyük fel, a reguláris örmény haderő ebbe a konfliktusba, akkor is gyakorlatilag csak hosszabb lenne ez a vereségig tartó időszak, mert egyszerűen annyira fölényben van Azerbajdzsán Örményországgal szemben. Persze lehet itt még Iránnal, Oroszországgal itt nüanszozni, de ha csak, megint még egyszer mondom, ha csak Karabakra korlátozódik a konfliktus, akkor ez pár napon vagy egy-két heten belül véget fog érni, mert egyszerűen nincs lehetősége Örményországnak érdemben, vagy pontosabban az ottani örmény hatóságoknak és örmény csapatoknak érdemben felvenni a harcot Azerbajdzsánnal. Andris, ugye te most továbbra is nézed a nemzetközi reakciókat. Mennyire mennének bele, egyébként mindkettőtökhöz szól a kérdés, a nemzetközi hatalmak abba, hogy akár Örményország területeket veszítsen? Hát ami azonnal látszik, hogy a nagyhatalmak többsége azért valamilyen úton módon a fegyvermentes megoldást keresné. Egyébként ez nem csak a nyugati felekre jellemző, hanem magára Oroszországra is. Ugye ott Dmitri Peszkov mondta azt egyébként, hogy őket is aggodalommal tölti el a feszültség hirtelen fokozódása és az ellenségeskedések megindulása, és a legfontosabb számukra, hogy a lakosság biztonsága meglegyen, illetve az orosz haderő mind Örményországgal és Azerbajdzsánnal közösen ezen dolgozik, hogy a béke létrejöhessen. Ugye nekik egyébként vannak békefenntartóik a 2020-as konfliktus óta a térségben, úgyhogy ők ezzel is ezt a célt próbálják elérni. Ugye az EU-nak a külügyi vezetője Josep Borrell volt az, aki szintén a katonai részt kifogásolta az egész konfliktusban kifejezetten, tehát ő is a probléma tehát nem katonai megoldását sürgetni, hanem inkább valamilyen diplomáciai vagy nemzetközi jogra alapozott megoldást, és akkor itt egyébként ugye a béketerv alapvetően ugye a gyors békének az eléréséhez egyébként Peszkov szerint annak kéne lennie az alapnak, amit egyébként Oroszország segítségével 2020-ban ugye egy tűzszüneti megállapodásként írtak alá, szerintük ezzel kéne folytatni. Ez ami biztos kiterül a nemzetközi térből. Ha területiséget nézzük, akkor szigorúan a nemzetközi jogot alapul véve Örményország Karabah elvesztésével nem vesztene területet, mert nemzetközi jogilag az a terület nem tartozik Örményországhoz. Ezt még és ez a Akkor ez egy könnyebb helyzet, mint mondjuk az ukrán helyzetnél a területet. Igen, és ez a konfliktusnak az igazán furcsa léte, hogy az örmény erők a 88 és 94 között elfoglalták nem csak ezt a Hegyi-Karabahi Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaságot, ahogy ezt a Hegyi-Karabahot hívták a Szovjetunió idejében, hanem azt az Örményországgal összekötő területeket is. És Örményország 30 év alatt nem volt képes sem elismerni ezt az arcahi köztársaságot, mint független államot, sem azt mondani, hogy akkor ez most hozzám fog tartozni. Szóval nincs olyan ország a világon, ami ezt az arcahi örmény entitást örményként vagy Örményország részeként ismerné el, még Oroszország is az elmúlt 30 évben úgy tekintett erre a Karabahra, nemzetközi jogi értelemben, mint Azerbajdzsán része. És így ott van az a helyzet, hogy persze ez most akkor mondhatjuk azt, hogy nem ad fel, hogy felad területet Örményország, de gyakorlatilag nemzetközi jogilag nem ad föl. Ami a problémás kérdés az az, hogy hol áll meg Azerbajdzsán. mert persze megállhat Karabaknál, de ha az elmúlt időszaknak az azeri hivatalos közleményeit nézzük, akkor az azeri irredentizmus az egy kissé fellángolt már az elmúlt időszakban, és az úgynevezett Zangezur térségét, ezt örményül Szjuniknak hívják, gyakorlatilag Örményország déli és keleti területeit jelöli, arra is, mint azeri területként hivatkoznak, amit anna a szemét szovjetek elcsatoltak Azerbajdzsántól. És miért fontos ez a terület? Mert amennyiben ez azeri ellenőrzés alá kerülne, úgy egy türk folyosó jönne létre, ami... Ez Törökországnak is érdeke? Ez abszolút, ez igazából Törökország. Viszont itt szembe kerülnek Oroszországgal. Hát Törökország az mindig a bazáriárust játszotta itt a geopolitikai szintéren, ahol elsődlegesen a saját érdekeit néz, és hol egy kis engedményt tesz Oroszországnak, hol egy kicsit az Egyesült Államoknak, a franciákkal keresztbe tesznek egymásnak, de az úgyis más dolog, de itt mindig egyfajta ilyen hazári hintapolitikát folytat Erdogan, aminek a nagymestere, szóval ezt el kell ismerjük, hogy a saját érdekeit Törökország az általában... Hát pont most nyilatkozott Erdogan egyébként, amiből kiderül nagyon sok minden, amit lát a világról, hogy ő ugyanannyira bízik a nyugatban, mint Oroszországban. Tehát, hogy minthogyha tényleg ők elkezdenének török érdekeket érvényesíteni. Igen, és hogyha ezt a Zangezuri korridort nézzük, ha ez létre tudna jönni bármilyen formába, akkor Törökország nem csak Azerbajdzsánnal tudná fölvenni a szárazföldi kapcsolatot, hanem a Kaszpi-tengeren keresztül csak átugrana Közép-Ázsiába, a közép-ázsiai türk államokba, amivel viszont szembe kerülne Oroszországgal, illetve Kínával. Mivel mind a két országnak az az érdeke, hogy Törökország, de pontosabban Törökország farvizén a nyugat ne tudjon bejönni a stratégiailag fontos közép-ázsiai területekre is. Ez itt a hosszú távú kérdése a konfliktusnak. Nem Karabakról szól a kérdés, hanem ez a zangezúri türk korridor, ez létre tud-e jönni a jövőben, vagy sem, és hogy Azerbajdzsán megáll-e a nemzetközileg elismert azeri örmény határon, vagy azt mondja, hogy hát igazságtalan volt anno Sztálin atyánk 1919-20-valahányban, és akkor történelmi elégségtételt veszünk, és elcsatoljuk ezt a területet. Ha ezt mondja Azerbajdzsán, akkor viszont az a helyzet fog fennállni, hogy akkor egy regionális, nagyszabású konfliktus lesz borítékolhatóan, ami kitör, mivel Irán többször is közölte, hogy Karabah az egy dolog, de nem fogja engedni és be fog avatkozni abban az esetben, hogyha Örményország nemzetközileg elismert határaiban akarna Azerbajdzsán változásokat eszközöltetni. Azért is kényes ez, mert itt azért már Európa és Ázsia összeér pont ezen a szakaszon, tehát hogy az Eurázsia, és hogy az milyen lesz az Eurázsia, az itt pont hogy tetten. Pontosan, és hát Irán, hogyha a Teherán érdekeit nézzük, akkor teljesen saját szempontjából jogosan gondolja azt, hogy nem akarom, hogy az egész északi határomon ott legyenek a türk államok, hanem Örményország az, ami egyfajta ilyen kiutási lehetőséget biztosít neki, mind a világpiac, mind egyéb faktorok szempontjából. De akkor létrejöhet az a paradox helyzet, hogy a nyugatbarát Örményország iráni támogatással harcol a törökök által támogatott Azerbajdzsán ellen? Amilyen absztrakt a Kaukázus, abszolút. És kérdés az, hogy Pasinjan is ehhez hogy fog közelíteni, mivel Irán már a mostani konfliktus megelőző hetekben is többször segítséget akart nyújtani Örményországnak, hogy kössünk megállapodást arra, hogy amennyiben bármelyikünk területét támadás éri, vagy bármilyen egyéb ilyen katonai akció, akkor egymás segítségére sietünk, viszont ezt az örmény vezetés ezt elutasította. Vannak olyan hírek is, miszerint Moszkva valójában a háttérből támogatja a háborút, Andris. Bocsánat, még egyszer. Hogy vannak olyan hírek is, közben látom, hogy figyeled a legfrissebbeket, de hogy Moszkva valójában a háttérből támogatja azt, hogy most ez a háború kirobbanjon. Hát ugye vannak itt olyan rebesgetések is, például most így a portfóliónak az egyik headline-ját idézném, hogy Moszkva áldásával robbant ki az újabb háború. Furcsa megjegyzés, tehát Medvegyev. Szóval igen, tehát az alapvetően erről keringenek azért becslések. Egyébként Medvegyev arra utalt egyébként nem túl burkoltan, hogy az Örményország elleni katonai akció az annak az eredménye, mert az utóbbi vezetése elkezdett barátkozni az Egyesült Államokkal. Tehát hogy azért az látszik már nagyon, hogy ha nem is az első vonalas politikusok, de azért már mindenképpen zajlik arról egyfajta ilyen elemzési hullám, hogy akkor most igazából melyik fél mögött áll Oroszország, és melyik fél mögött áll Amerika. És egyébként tök érdekes, hogy a komment szekcióban is szinte azonnal ez volt az első kérdés sok hallgatónk részéről, hogy akkor hogy is van most, hogy ki mögött áll a NATO, és ki mögött Oroszország? Tehát igazából most egyébként ez engem is érdekelne, hogy vajon most már mindent emellett a tengely mellett kell értelmezni? Ez egy nagyon jó kérdés. Itt érdemes kontextusba helyezni ezt az egészet, hogy miért nyilatkozza, miért mondja azt az orosz politika, amit mond. Egyrészt igen, az Örményország és Oroszország szövetségi viszonyban van, mind a kollektív biztonsági szerződés szervezete, oroszul ODKB, angolul CSTO révén, mind pedig az Eurázsiai Gazdasági Uniós közös létük miatt, hogy abban benne vannak. Viszont, itt van a viszont kérdése, hogy a Pasinján alatt a Örményország elkezdett távolodni a Oroszországtól, mert hogy nyugati integrációt akar, mert hogy elsőként csak azt, hogy ilyen multivektoros, azaz több irányú külpolitikát akar folytatni, ahol nem kizárólag Moszkvára támaszkodik, és hogy javítani akarja a viszonyát a nyugattal, csak ezáltal fokozat Oroszország meg azt mondta, hogy oké, csináld. Oké, csináld, de akkor te leszel az első áldozat, amikor pofon vernek. Ezt nem tudom szebben megfogalmazni, hogy itt az a dihotómia, hogy Örményországot mindeddig a történelem folyamán saját magán kívül, illetve Iránon kívül, amikor még a Perzsa Birodalomnak volt a része, csak Oroszország segítette ki. Oroszország volt Örményország stratégiai biztosítéka, hogy azért tud Örményország létezni, mert ott volt mögötte Oroszország. Erre Örményország azt mondja, hogy én akkor elfordulok és megyek nyugatra, oroszok meg hát persze, hogy nem fognak egyből az örmények segítségére sietni, mikor beüt a gigszer. Szóval itt azért megvan egy ilyen nem is ilyen tanítási szándék, de hogy a oroszok nem azért nem állnak ki az örmények mögött, mert hogy mi az azerieket támogatjuk, de hogy is. Azerbajdzsánnal hát nem is az, hogy még rosszabb, de hát nem egy jó viszony az azeri-orosz, csak hát a Oroszország azt mondja, hogy itt van két ország, egyik se szeret engem, akkor én mégis mit keresek itt? Hogy itt megvan az a mögöttes. Közben komoly komment cunami van arról, hogy de ki vagy tesízve, és hogy vajon mi a titkod, milyen edzés. Pedig egy hónapja már nem jártam edzőterembe, és pont ma akartam menni, csak hát ez épp indultam volna, kitört a háború, na basszus, szóval. Én edzésről jövök egyébként, csak rajtam nem látszik, hogy ki vagyok tesízve, de egész komoly edzés. Szóval ha mondhatjuk azt, hogy a mai edzésem a háború egyik áldozatául esett. Köszönjük Azerbajdzsán, vagy köszönjük Örményország, vagy hogy ilyenkor mit kell mondani, ki a hibás? Köszönjük geopolitikai változások. Egy fontos szempontot még behoznék, és Kis-Benedek József interjú következik hamarosan. Azt írja egy hallgatónk, hogy most szinte egész Európa Azerbajdzsánban gázüzletel. Onnan folytatódik a gázvásárlás, vagy Ursula von der Leyen nagyságos asszony őket is agresszornak nyilvánítja, és csak marad az amerikai gáz. Mert Annalena Baerbock német külügyminiszter szerint Azerbajdzsán megszegte azt az ígéretét, hogy nem folyamodik katonai akcióhoz Hegyi-Karabah ellen, és a katonai műveletek leállítását követelte. Na, ez egy nagyon jó kérdés és megjegyzés. Ez megint csak miért nem fog a nyugat Örményország segítségére sietni? Mivel a nyugatot a gazdasági szempontok és a gazdasági kötelékek Azerbajdzsánhoz kötik. Szóval nézzük az Európai Uniót. Kitört az ukrán háború, mit csinálunk? Hát akkor vágjuk el magunkat az orosz nyersanyagtól, ez most lából lőttük magunkat, de ez egy más kérdés. Oké. Honnan tudunk nyersanyagot beszerezni? A közelből. Afrikán kívül maradt Azerbajdzsán. És hát épp ezért indultak meg a dinamikája ennek az azeri-európai gazdasági kapcsolatoknak, miután Európa sikeresen levágta magát az orosz nyersanyagokról. És pont ezért, hogy Európának a gazdasági és energiabiztonsági érdeke mindig is nagyobb lesz annál, mint hogy mi lesz az örményekkel, mi lesz Arcahal, Berkarabahal, mi lesz Örményországgal. És most is azt látjuk, hogy jönnek a nyilatkozatok, meg hát Baerbock is mondhat, amit akar, de amik a háttérben érdekek, illetve érdekeltségek vannak, azok mind abban érdekeltek, hogy azt mondják, hogy oké, ez így folyik, de nekünk szükségünk van a nyersanyagra, és a nyersanyag az felül fog múlni mindenféle humanitárius per egyéb indokot. Azt írja valaki, hogy Azerbajdzsánon keresztül jönne nem csak az azeri gáz, hanem a türkmén is az orosz helyett. Ha az azeriekre is szankciót vet ki az USA, akkor ezután csak amerikai gázt lehet venni. Pontosan, de az amerikai gáz viszont nem lesz elegendő, és itt egy kérdés, igen, hogy vannak olyan tervek, hogy a Közép-Ázsiából Azerbajdzsánon és Grúzián keresztül érkezzen meg mind az olaj, mind a földgáz Európába, illetve vannak olyan vezetékek is, ez ha jól emlékszem, a TAP és TANAP vezeték, ami Azerbajdzsánból indul, és Törökországon keresztül éri el az Európai Unió határát Görögországnál. Szóval már megvan, az infrastruktúra egy része megvan, és hát ezért se fog Európa Örményország segítségére sietni, mivel minden Azerbajdzsán, mármint a gazdaságilag Azerbajdzsánhoz köti. Franciaország abból a szempontból kivétel, hogy akárcsak az Egyesült Államokban, itt főleg Kaliforniát értem, jelentős örmény diaszpóra él Franciaországban, és hát annak azért viszonylag nagyobb lobbyértéket képviselnek ezek a francia politikában, és nem véletlen az, hogy a Franciaország is, ő volt az, aki ezt az ENSZ biztonsági tanács ülést összehívta, de Franciaország sem fog érdemi lépéseket vagy szankciókat hozni Azerbajdzsánnal szemben. Akkor most Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértővel készült interjúnk következik, és addig, hogyha vannak a hallgatóknak kérdéseik a témával kapcsolatban, vagy Konstantin tesizésében kapcsolatban, akkor ezeket is nagy szeretettel várjuk, és utána Kis-Benedek József után majd még visszatérünk ezekre válaszolni. A vonalban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, jó estét kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. Ugye, amit tudunk az az, hogy ma kora délután Azerbajdzsán drónokkal, tüzérséggel és rakétákkal kezdte el lőni az ország területén belül található, de döntően örmények lakta Hegyi-Karabahot, és nagyon úgy tűnik, hogy a szárazföldi csapatok is megindultak az enklávé felé. Ez háború? Én úgy gondolom, hogy ez még nem háború. Egy 1990 óta tartó konfliktusról van szó. Ha ezt szakszerűen akarjuk megjegyezni, azt mondanám, hogy alacsony intenzitású konfliktus. Két alkalommal 90-től történt már azért háború, amit háborúnak lehet nevezni. A legutolsó az 2020-ban volt, de a feszültségre azt mondhatjuk, hogy folyamatos. Hát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy nem egyeznek meg a területet illetően, de most már ez a helyzet egy kicsit bonyolódott, azzal, hogy egyrészt Európa is szeretne vásárolni mondjuk például az azerektől olajat. Ismerjük, hogy Magyarország is érintett ebben a témában, tehát fontos a terület ebből a szempontból. A másik lényeges téma, amit figyelembe kell venni, az az, hogy a oroszok az ukrán-orosz háború következtében az ott szolgáló, békefenntartó erők közül jó néhány szemét már kivontak. Nem lehet tudni pontosan, hogy mennyit, de hát érthető, hogy a ukrajnai háború miatt azért szükség van emberekre az oroszoknak, és hát nincs annyi, amire szükség lenne. Ők ugye tudjuk, hogy az örményeket támogatják egy karabaki konfliktusban, míg például egy sajátosság, de gondolom természetes, hogy a törökök viszont az azerieket támogatják. Hát tudjuk, hogy a örmény-török konfliktus az elég történelemben elég régóta húzódik és nyúlik vissza, és tulajdonképpen... Ez valójában egy török-orosz proxy háború? Nem hiszem, hogy lesz ebből proxy háború. Szerintem ezt szinten lehet tartani. Tehát én úgy gondolom, hogy nem érdeke egyik félnek sem, hogy nagyobb konfliktus legyen. Hát itt ugye az átjáró lezárása miatt ugye tudjuk azt, hogy az azeriek lezárták a Lasján folyosót, azon nem tudnak átmenni az örmények, ami hát olyan 6-7 kilométer hosszú, tehát ott tulajdonképpen azt az utat, ami a hegy alján megy végig, illetve a hegybe megy végig, gyakorlatilag ezen az egy úton lehet megközelíteni a Karabak területét. Ha ezt lezárják, akkor nem tudnak menni. Ezen kívül ugye most azt mondják az azeriak, hogy ez tulajdonképpen az örmények részéről egy terrorcselekmény, de hát hogy ezt annak nevezhető, vagy nem, azt majd ki fog derülni később, de mindenképpen arra utal, hogy nem akarnak különösebben nagy háborút, ugyanakkor az örmények viszont aknákat helyeztek el itt az út mentén. Haláleset tudomásom szerint eddig nem történt, 2 katona, illetve 2 polgár, nem, 2 katona és 2 polgár személy meghalt, tehát 4 fő elhalálozott, és hát erre indítottak támadást. Mondják azt, hogy terrorellenes műveletekről van jelenleg szó. Azt mondják, hogy terrorelhárító művelet az azeriek, ez olyan, mint amikor az oroszok azt mondják, hogy különleges katonai hadművelet, vagy ez azért valóban inkább, ahogy ön is az előbb azt mondta, hogy nem háború, hanem inkább egy ilyen konfliktusnak néz ki. Én úgy látom, hogy ez most jelenleg konfliktus, és nem véletlen mondják azt, hogy terrorellenes küzdelemről van szó. Tehát ők meg akarják akadályozni azt, hogy ott különböző cselekményeket hajtsanak végre az örmények. Hát én erre megint azt tudnám mondani, hogy egyik 19, másik egy hiány 20, tehát tulajdonképpen egy megoldás lenne, amit úgy hívnak, hogy tárgyalás. Az viszont már régóta folyik, és megállapodás nincs. Most újabban arról beszélnek, hogy talán 2025-re létrejöhet valami megállapodás, ami még azért igencsak odébb van, és 2025-re az oroszok megígérték, hogy a békefenntartást ezen a területen befejezik, tehát ők ki fognak vonulni. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy más helyről is vezényeltek oda békefenntartókat az ENSZ részéről, ami arra enged következtetni, hogy azért a nemzetközi közösség odafigyel erre a területre. Ez egy grúziai misszióból származó 40 megfigyelő, tehát nem fegyveres megfigyelő, hanem fegyver nélküli megfigyelő, akiket ide vezényeltek erre a területre. Nagyobb figyelmet kellene szentelni a nemzetközi közösségnek is erre, de úgy látszik, hogy nem nagyon marad erre energia. Viszont mindenek ellenére úgy látom, hogy ebből azért nagy háború nem lesz. Eléggé fáradtak az oroszok is, meg hát le vannak foglalva a ukrán fronton, tehát ők nagyon nem akarnak ebbe belekeveredni. Aztán nem hiszem, hogy a támogatók, tehát mondjuk a törökök például beszállnak ebbe. Vita lesz, Európai Uniótól is el lehetne várni, hogy a leendő gázszerződések ügyében tudjanak lépni. Hát itt elsősorban nyilvánvalóan Azerbajdzsánról van szó, az azeri gázmezők felhasználásáról vagy kihasználásáról, de hát egyelőre ezen a területen sem nagyon van előrelépés. Hát aztán beszélhetünk vallási ellentétről is, mert tudjuk azt, hogy az örmények azok keresztények, míg az azeriak azok pedig muzulmánok. Tehát elég összetett. Van benne politika, van benne katonai feszültség, van benne vallási feszültség, de hát most már így van ezek 1990 óta. A gázszállításokat mennyire befolyásolja ez az incidens? Az attól függ, hogy hogyan fog ez továbbfejlődni, mert nyilvánvaló, hogy ha nem biztonságos a szállítás feltétele, akkor nem biztos, hogy létrejön a szerződés. Tehát lehet, hogy ez is benne van, esetleg örmény oldalról, hogy piszkálják az azerieket, és bosszúságokat okozzanak, és megakadályozzák azt, hogy előnyös helyzetbe kerüljön a gázszállítások miatt. Hát ezért mondtam azt, hogy az Európai Uniónak ezen a területen föl kellene lépni, ezt feltételes módban mondom. Egyelőre nem látom azt, hogy komolyabban lépnének, pedig ez a konfliktus, ami most egy kicsit magasabb intenzitást nyert, nem most kezdődött. Tehát már az idén is volt jó néhány összetűzés, hát lövöldözés annyira nem fordult elő, de területzárás, emberek vezállása az azért szinte folyamatosnak tekinthető. Ugye azt is látjuk, hogy itt azért számos nagyhatalom, középhatalom próbál meg beavatkozni, de mi a helyzet az Egyesült Államokkal, akik ugye még néhány nappal ezelőtt egy közös hadgyakorlatot hajtottak végre Örményországgal. Mennyire lehet itt tetten érni akár az, hogy az Egyesült Államok is buzdította Örményországot arra, hogy itt valami fajta incidenst hajtsanak végre? Ebben nem vagyok biztos, hogy buzdította, ez egy kisebb szintű gyakorlat, tehát ők a békepartnerségben benne vannak, és gyakorlatilag ez egy békepartnerségi gyakorlat volt, tehát ilyenkor nem arról van szó, hogy most közös fegyverekkel végrehajtott gyakorlatokat hajtsanak végre, hanem amit a békefenntartás során szoktak gyakorolni, azaz területzárás, ellenőrző áteresztő pontok felállítása, tehát tényleg béke műveletekhez kapcsolódó közös gyakorlatról van szó, szóval, ha mondjuk átadják az amerikaiak a tapasztalatokat, vagy segítik egymásnak a felkészítését, hát főleg a másik félnek nyilván. Tehát ez nem egy katonai gyakorlat volt, hanem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egy békefenntartó kiképzés. Kis-Benedek József, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen én is a megkeresést. Ez volt tehát a beszélgetésünk Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértővel, és közben indítottunk egy szavazást, és lehet is még szavazni, hogy véget érhet-e az azeri-örmény háború rövid időn, napokon belül. Eddig 224 szavazat érkezett, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy szavazzanak itt a chatboxban. Az 56% mondja, hogy igen, és van 44%, aki azt mondja, hogy nem. Közben Konstantin, kérdezem, hogy mik a legfrissebb fejlemények? Azóta érdemi fejlemény az nem érkezett, szóval itt persze már az ENSZ közgyűlésen is szóba került itt az azeri-örmény konfliktusnak a kérdése, de egyelőre újabb információk nem érkeztek. Este van már, sőt ott már, ha azt nézzük, akkor minimum 2 óra eltérés van az itthonihoz képest. Most egy kicsit az éjszaka folyamán az beérkező hírek mennyisége lecsökken, és a hajnali órákban amennyiben megindul az azeri szárazföldi támadás, akkor azért, ha nem indul meg, akkor azért jönnek meg majd az újabb információk, de amennyiben az azeri kérések per követelések nem teljesülnek, és valljuk be, erre viszonylag nagy az esély, akkor Azerbajdzsán meg fogja indítani a belátható időn belül a szárazföldi támadást, és megint csak, hogy mik ezek az azeri követelések. Egyrészt az örmény fegyveresek kivonása a Karabak területéről, másrészt pedig a Karabak területén létező örmény entitás, ez az Arcahi köztársaság gyakorlatilag felszámolása. És ez majd a továbbiakban természetesen valamilyenféle etnikai tisztogatással is egybe fog kötődni, mivel meg akárcsak Ukrajnának a Donbass esetében, úgy Azerbajdzsánnak Karabak esetében is csak a területre, nem pedig az ottani lakosságra van szüksége, és csak az információ kedvéért. Jelenleg nagyjából 120-140 ezer örmény él ezen az örmény ellenőrzésű arcahi területeken is. Még egy érdekes kérdés, hogy mikor avatkozhat be Oroszország? Nem tudom, hogy a chatbe felmerült-e, de akkor most így gyorsan megválaszolom. Egyrészt amennyiben Örményország nemzetközileg elismert területe ellen indul meg bármiféle támadás, ez egyelőre nincs így. De lehet? Megint csak... Amit végigvettél az előbb. Igen, abba benne van annak a lehetősége. Másrészt amennyiben az orosz békefenntartókat éri támadás. Anno 2008-ban Cimvaliban, ott a Dél-Oszétiában, a dél-oszét grúz határnál történt meg az, hogy Szakasvili úgy gondolta, hogy ha megrakétázza az orosz békefenntartókat, akkor majd vissza tudja foglalni Dél-Oszétiát. Nem úgy történt, hanem akkor volt az tényleg egy brutálisan nagy és gyors orosz győzelem volt. Itt kérdés az, hogyha esetleg fegyveres támadás éri az orosz békefenntartókat, akkor arra, hogy fog Moszkva reagálni, de még ha nem is fog beavatkozni, mindenképpen valamiféle katonai lépéssel fog arra válaszolni. Andris, közben látom, hogy te is figyeled itt a dolgokat. Böngészgettem. Igazából visszamenőleg találtam inkább érdekességet. Ugye azt még talán nem említettük ebben a műsorban, csak hogy így az információk ne essenek két asztal között a földre. Ugye egyébként Franciaország ugye biztonsági tanácsot hívott össze, ugye? Egyébként az is beszédes, hogy Franciaország, akinek azért megvannak a saját maga problémái Fekete-Afrikában. Pontosan, megint csak ez a, úgymond a nyugaton belül Franciaország ez a jó zsaru szerepét tölti be, hogy akkor megint csak elmondhassák az örményeknek, hogy látjátok, mi törődünk velük, amúgy nem, de azért törődünk veletek, és akkor mi voltunk azok, akik összehívtuk az aktuális ENSZ hivatal ülését, aminek semmi hatása, szó szerint semmi hatása nem lesz a konfliktusra, de megint csak a diplomáciai piros pontokat össze lehet ezáltal gyűjteni. És hát ugye egy másik érdekessége, csak így ide szúrva még, hogy az Ultrahang műsorainak rendszeres sztárja Annalena Baerbock is nyilatkozott. Ő egyébként azzal vádolja Azerbajdzsánt, hogy megszegte az ígéretét arra vonatkozóan, hogy katonai eszközökhöz nem fog nyúlni, és ugye emiatt ő is hasonlóan egyébként politikus társaihoz, ebben ugye viszont újdonság nincsen, ő is inkább a diplomáciai megoldást erőltetni, illetve erre szólítja fel a feleket. Jött egy kérdés a HS gumiszerviztől, hogy kérdés, elképzelhető, hogy ez a konfliktus figyelemelterelés egy valahol máshol készülő nagyobb történésre. Innen is üdvözöljük a gumiszervizeseket, nagyon fontos munkát látnak el, és nagyon kevés a jó gumiszervizet. Hát pontosan tudom, főleg amikor Pesten sikerült egy szöget összeszedni, szóval... A feleségem is összeszedett a kórháznál valamit, de ott jó fej volt, nem tudom ki volt, de kijött, és nagyon gyorsan megcsinált. Igen, és itt, ami itt ezt a kérdést illeti, én nem úgy gondolnám, hogy az elterelés éppen az, hogy a ukrajnai háborúnak az égisze vitte el annyira a figyelmet és az erőforrásokat és a mindent, hogy Bakú ezt a lehetőséget kihasználta arra, hogy akkor lerendezzük a Karabah kérdését, és érdekes módon többször is előjött az, hogy ahogy Horvátország a Vihar hadművelettel a Krajinát visszafoglalta, ez most kérdés, hogy kinek a nézőpontját nézzük, ugyanezt csinálja Azerbajdzsán is, és többször szóba került mind az azeri médiában, mind a kommunikációban, hogy tanulmányozták a horvát vihar hadműveletnek a tapasztalatait, és hogy hogyan történt, illetve alapul is vették itt mind a 2020-as háborúban, és vélhetően most is, csak hát ezt még nem mondják ki. Aztán valaki azt kérdezi, hogy az USA elbír még egy proxit? Itt az USA-nak igazából sem... Hogy itt kér egy kávét. Igen, ő tényleg csak hátradől, és kér egy kávét, mert ha Azerbajdzsán győz, akkor, ami annak eléggé nagy az esélye, akkor ő nyert, ha Örményország győz valamilyen szempontból, akkor meg úgyse érdekli őt, szóval ez a Kaukázus térsége az USA-nak csak azért fontos, hogy onnan ki lehessen az oroszokat szorítani. Igen, se gyakran van, hogy az USA kávét kér. Igen. Aztán Ligeti Ádám kérdezi, hogy Irán vallási alapon az azerieket támogatja? Érdekes módon nem. Irán több oknál fogva is, hiába síta az azeriek többsége. Az is egy érdekes dolog, hogy a több azeri, etnikailag azeri él Iránon belül, mint amennyi él Azerbajdzsánban. Szóval ez inkább egy ilyen, ha már különbséget kéne keresni, akkor nem is vallási, hanem inkább etnikai. Mivel az azeriek azok a törökkel rokon nép, türk nép, és hát ahogy Erdogan is szokta mondani, hogy egy nemzet, két állam, azért Azerbajdzsánban is ez egy eléggé erős politikai nézet, és pont ezért, hogy mivel több azeri él Iránban, mint Azerbajdzsánban, rendszeresen előjön az az irredent a gondolat azeri oldalról, hogy egyesíteni kéne a két Azerbajdzsánt, az Irán-Azerbajdzsán tartományát, illetve Azerbajdzsánt, mint országot. Ezáltal is Irán inkább Örményországgal érdekelt a jobb viszonyra, de a Karabah az meg egy más kérdés, ott megint csak a területi egység, kisebbségek kérdése, stb. Ott számos faktor volt amögött, hogy Irán miért mondta azt, hogy akkor Karabah az Azerbajdzsán, és hogy miért mondja azt, hogy viszont Örményország nemzetközileg elismert határaiból nem enged. Aztán jött reakció az amerikai megjegyzéseinkre, azt kérdezi, bandita I, vagy L I. Az nem lehet, hogy az amcsik felbuzdították az azeri felet, és ezzel egy kicsit elfordítják az oroszok fejét, és sok európai gázszállítást is elvágnak egyúttal, hogy megint az amcsik járjanak jól ezzel is? Ez inkább úgy, hogy ha buzdítás, nem buzdítás, ez inkább abban a szempontból érdekes, hogy a Örményország az elmúlt hetekben nagyba elkezdett közeledni az Egyesült Államok fele, az orosz kapcsolataikat elvágva, és ez pedig hát a Bakunak megint csak jó volt, mert Baku is tudja azt, hogy az Egyesült Államok soha nem fog Örményország segítségére sietni katonailag. Most a diplomáciát, meg a hashtag Arménia, meg ilyeneket hagyjuk, de az, hogy nyílt katonai segítségnyújtást az Egyesült Államok az életben nem fog nyújtani Örményországnak. 460 szavazatnál tartunk, azt kérdeztük, hogy véget érhet-e az azeri örmény háború rövid időn napokon belül, 53% az igenis, 47% a nemek aránya. Kis Teó kérdezi, hogy sziasztok, milyen erős az örmény hadsereg szárazföldön? Ez egy nagyon jó kérdés, mivel amikor még a legelső azeri örmény konfliktus volt, itt ez a 94-ig tartó első karabahi háborút tekintjük, akkor mind a két fél a szovjet hadsereg ott adott tagköztársaságban állomásozó csapataitól örökölt fegyverzettel harcolt egymással. Persze voltak olyan esetek is, amikor egy etnikailag a tbilisi repülőgép gyárba dolgozó etnikailag örmény munkatárs az fogta és átrepült az éppen elkészült Su-25-ös géppel Örményországba, de ezek csak ilyen kis nüanszos érdekességek az akkori háborúból. Viszont az azt követő 30 évet, ha nézzük, hát még nincs teljesen 30 év, de értjük, hogy mi a lényeg, hogy abban az időszakban Azerbajdzsán az olaj- és gázbevételeinek jelentős hányadát a haderejének drasztikus fejlesztésére költötte. Szóval vett szárazföldi haditechnikát Oroszországtól, olyat például, hogy T-90 tankokat, BTR-t, BMP-t, gyalogsági harcjárműveket, illetve csapatszállítókat értünk itt. Vett akkor Törökországtól csapatszállítókat, tüzérséget, a Bayraktar drónokat, stb. Illetve hát ott van Izrael, akitől öngyilkos drónokat, az úgynevezett Harop öngyilkos drónokat vásárolta, balisztikus rakétákat vásárolt Izraeltől, a Lora típusú ballisztikus rakétákat, amiket a mai napon is már bevetett Sztyepanakert térségében, és sorolhatnánk még az egyéb kiképzőgépeket, illetve egyéb eszközöket. Örményország meg hát gyakorlatilag ez a szegény ember vízzel főz kategóriába esett, szóval igazán nagy beszerzések nem történtek. Vagy ami történt, az is hát egyrészt korrupcióval itatott, másrészt nem a legjobb végeredménnyel járt, mert például OSA légvédelmi rendszereket, illetve ahhoz tartozó légvédelmi rakétákat szerzett be még talán a 2000-es évek elején Örményország Jordániából. Egy probléma van a jordán OSA rendszerekkel, nem működnek. De ez megjelent a 2020-as háborúban is, megjelent például most az ukrajnai háborúban is, onnan lehet a jordán ilyen osza rakétákat fölismerni, hogy azok ilyen rikító pirosra vannak festve. És azok még jobb esetben is olyan 50%-os működési rátával dolgoznak. Szóval ez tényleg ez a 50-50, hogy vagy működik, vagy nem, de általában inkább nem. És érdemi fegyverkezést az örmény fél nem végzett. Persze vett pár Su-30-as vadászgépet, még a 2020-as háborút megelőzően Oroszországtól, de fegyverzetre már nem jutott pénz. Vett Iskander ballisztikus rakétákat Oroszországtól, de nem vetette be azt a 2020-as háborúba, és azt persze megint Pasinján mit csinált? Ő volt az, aki bevethette volna, és ő inkább az oroszokra kent, hogy az oroszok mondták azt, hogy nem lehet őket bevetni most. Zakson. De a 2020-as háborúban is jelentősebb veszteségeket szenvedett Örményország a szárazföldi téren, és most is azt látjuk, hogy a levegőből az azeri drónok, illetve az azeri Bayraktar eszközök, azok szó szerint vadásznak az örmény tüzérségi pozíciókra. És ez a másik problémája az örmény haderőnek, hogy nem igen 30 év alatt a beásott pozíciókon nem igen változtatott. Másrészt, még ha változtatott is volna, a légifölény Azerbajdzsánnál van. És amikor egy támadásnál megvan a félnek a légifölénye, akkor a védekező fél az, hát nem mondom, hogy mibe van, de tudjuk, hogy nem a legjobb pozícióban. Ez akkor a mai összefoglalónk, itt tartunk most, és természetesen az Ultrahang csatornáján folyamatosan követjük és elemezzük majd az eseményeket. Bónusz kérdés a végére, Kristóf kérdezi, hogy az asztal mögött nem látszik, de Konstantin lábozik is rendesen? Hát azt abban a részen gyenge vagyok, szóval ott elbuktam. Lehet, hogy te leszel a biztonságpolitika pumped gabója itt lassan. Biztonságpolitikai galamb már akkor, mert hogy lábra nem edzek. Nem baj, majd jön a lábra edzés és az Ultrahang Gym nevű... Ultra Gym. Ultra Gym, igen. Nyitunk egy ilyet, de azt nem online kell, hanem megélni. Igen, igen. Kázsmér Bence kollégánk egyébként személyedzőként dolgozik, ő küzd velem nap, mint nap. Na, hát nagyon szépen köszönjük, hogy Azerbajdzsántól eljutottunk Konstantin lábáig. Ez volt a mai adásunk. Mindenkinek szép estét kívánunk. A végén ismertetném a szavazásunk eredményét. 554-en szavazhattak, véget érhet-e az azeri háború rövid időn, napokon belül. 51% igen, 49% nem, tehát szoros az eredmény. Longauer Andrásnak és Hidegkuti Konstantinnak is köszönöm, hogy itt voltak velünk, és a hallgatóinknak és a figyelmet. Jó éjszakát, viszont hallásra! A viszontlátásra.